az a vonat, most van indulóba. A belseje fel van virágozva, de a belseje sárgára, a leszerelő öreg bakák számára, jönnek haza végleges szabadságra. A belseje sárgára, a leszerelő öreg bakák számára, jönnek haza végleges szabadságra. Bén van az én zubbonyom zsebe gombolva, barna kislány, mit keresel abba? Benne van a Zsolt könyvem, meg a leszerelő gyászos levelem, már ezután barna kislány a kedvesem. Benne van a Zsolt könyvem, meg a leszerelő gyászos levelem, már ezután barna kislány a kedvesem. Korondról 67-ben mentem el Marosvásárhely zeneiskolába, és hát 1982-ig éltem ott, mint bárki más. Elindultam, és Ausztriába lemaradtam, végigcsináltam a lágeri időt, 11 hónapot, és bár volt lehetőségem választásra, hiszen kaptam politikai meddigjogot is, azon ritka emberek közé tartoztam, akik abban az időben 82-ben ezt megkapták, de a választás az azzal járt, hogy Amerikát, illetve Kanadát választhattam is, és hát végül is Kanada volt szimpatikusabb számomra, úgyhogy oda mentem. Megérkeztél Kanadába. Mi volt az első dolgod? Elvittek egy vendéglőbe, egy magyar vendéglőbe, és tudták, hogy valami közön van a muzsikához, hát odaütöttek a zongorához, és aztán borzalmasan holtfáradtam, mert még jóformán kis tudtam aludni magam a hosszú út után. Hát klampíroztam egy kicsit, és hát 167 dollárt sose felejtem el. 20 perc alatt össze muzsikáltam, és azt mondtam, akkor ez kecsi. Várlak én, átsírt éjszakát, könyre virradó éjjelé. Várlak én, örökké várok rád, akkor is, ha már nincs remény. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amo, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí. Formális műsorral jártam be Amerikát autóbusszal. Aztán a formális műsorból pedig lassanként mulatozás lett, mert a vége úgyis az lett, hogy az emberek szerettek volna kicsit kirúgni a hámból, és akkor utána pedig mindegy zenekar kezdtem először Amerikát, meg Kanadát, aztán utána a világot járni. Ez azt jelenti, hogy Ausztráliában voltam 5 alkalommal, Új-Zélandon voltam szintén 5 alkalommal, de hát mondom, eljutottam olyan tájai a világnak, ahol még a madár se jár, a legfőjebb a paradicsom madár, ez történetesen Pápua Új-Guinea. Húsvét táján ugye egy magyar papnak voltam a vendége, és mentem, fényképeztem minden mozonatot. Ez a pap, akinél laktam, Olá atya, úgy hívták, többször a szememre hányta, hogy milyen ember az olyan ember, aki még húsvét táján sem veszi magához a szent rostját. Hát elhatároztam, hogy elmegyek és meggyónok egy idegen nyelvű papnak, angolul. Sorban is álltam ott a félmeztelen emberek között, a gyóntatószék előtt, és mikor odaérek a gyóntatószékhez, hát mondom a papnak, hogy angolul, persze angol nyelven, hogy sajnálom, atyám, de van egy kis probléma. Azt mondja, kérdi, hogy mi a probléma, és mondom, hogy én el tudom mondani a
bűneimet angolul, de az imáimat nem tudom elmondani, csak legfeljebb a saját anyanyelvem. És engedje meg, hogy mondjam el, az rendben van. Szóval rendben van, de hát mi a maga anyanyelve, kérdi tőle, és mondom, hogy magyar. Ezt is persze, mint angolul. Ékes magyarsággal megszólalt, hogy nyugodtan mondhatja, mert értem. A sors titka, oly kalitka, egyetlen kulcs van, mely nyitja, bezárta az öreg Isten, hozzá kulcsa másnak nincsen. Neked sincsen, nekem sincsen, magának hagyta, az Isten kinyitja, és be is csukja, játszadozik, meg nem unja. Öröméből nem ad másnak, nem hív senkit játszótársnak. Ennyi pedig, de jó volna belesni a kulcsukokba, rácsok körül szaladgálni, s az Istent is megtalálni. A sors titka, oly kalitka, egyetlen kulcs van, mely nyitja, bezárta az öreg Isten, hozzá kulcsa másnak nincsen. Neked sincsen, nekem sincsen, magának hagyta, az Isten kinyitja, és be is csukja, játszadozik, meg nem unja. Öröméből nem ad másnak, nem hív senkit játszótársnak. Ennyi pedig, de jó volna belesni a kulcsukokba, rácsok körül szaladgálni, s az Istent is megtalálni. A sors titka, oly kalitka, egyetlen kulcs van, mely nyitja, neked sincsen, nekem sincsen, magának hagyta, az Isten, neked sincsen, nekem sincsen, magának hagyta, az Isten, neked sincsen, nekem sincsen, neked sincsen. Az első sikeres zeneszerzői aktivitásom igazából, amiért már anyagi bázist is kaptam, azért mondom anyagi bázis, mert akkor ez volt a legnagyobb összeg, amit valaha életemben kaptam egy rádiótól, 4700 shilling Bécsbe. Az osztrák rádió fölvette a monoszlói Dezső versei megzenésítését, amit egy szálgitárral lényegében azzal sikerült előadnom. Tele vágyakkal zokog a lelkem, szerető szívre soha se leltem. Zokog a lelkem, keresek valakit, s nem tudom ki az, a percek lobognak, tűnik a tavasz, s nem tudom ki az. Csüggedő szívvel lobolok egyre, keresek valakit a végtelenne. Lobolok egyre, könnyim csorognak, majd kiapadnak, vágyok magukkal messzebb ragadnak, majd kiapadnak. Húsom magamnak, akkor megállok, szemem csukódik, semmit se látok. Akkor megállok, lelkem elröppen a végtelenbe, tovább nem vágyom arra az egyre, a végtelenbe. Tele vágyakkal zokog a lelkem, szerető szívre soha se leltem. Zokog a lelkem, könnyim csorognak, majd kiapadnak, vágyok magukkal messzebb ragadnak, majd kiapadnak. Könnyim csorognak, majd kiapadnak, vágyok magukkal messzebb ragadnak. Hál' Istennek sikerült eljutnom a Csoma Sándor sírjához szintén. Nepálból indultam el egy autóbusszal, ami hát kegyetlen volt, el kell mondanom, hogy egész éjszaka utaztam, délután 5-től reggel 10-ig a határig, ott pedig riksával vittek keresztül a határon. És hát persze külön vízum kellett ahhoz, hogy ide betegyem a lábam, mert éppen abban az időben, amikor ott voltam, akkor problémák voltak a két ország között, ugye határmenti város, Darjeeling, Nepál és India között, és hát ahhoz még kellett egy külön vízum is az indiai vízum mellett, hogy bejuthassak Darjeelingbe. Hát mondanom sem kell, hogy az ottani találkozás Csoma Sándor lelkével, ha úgy tetszik, egy fantasztikus élmény volt. Nem szégyellem mondani, hogy bizony könnyei megeredtek, és boldogultam, inkább azért eredtek meg a könnyeim, hogy ez a nagy dolog nekem megadatott. Azt is írtam a táblára, hogy a szellemit szerettem volna hazahozni. Hol érzed magad igazán otthon? Az én
igazi énem mindenféleképpen csak ide húzzal. Erdélybe, illetve hát Korond környékére. Jó lehet, alig ismerek már valakit Korondon, de itt vannak még azért a régi osztálytársak is. Ugyanakkor nem csak Korondon, hiszen elmegyek Vásárhelyre, ott is jól érzem magam, ha bár ott is alig látok néhány ismerőst, hiszen mindenki elment, sajnos. Meddig akarsz eljutni? Hány országot szeretnél bejárni? Nem tudom. Ameddig még fizikailag bírom, a világ 4 égtáján ugye van a világ 7 sarkában 7 csomagom, és nem tudom, mikor lesz ez egy helyen, de addig, amíg ezeket a csomagokat megkereshetem néha, akkor még nincsen baj. Se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Se perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Se perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.